A parlament soron következő ülésén tárgyalja az Orosz Föderáció Ukrajnában lévő vagyona államosításának kérdését. A miniszteri kabinet összeállított egy listát, amelyen több mint 900 olyan objektum szerepel, amelyek közvetlenül Oroszország tulajdonában vannak. Jelentette be Roxolana Pidlasza Pidlasz a parlamenti képviselő, a Gazdasági Fejlesztési Szakbizottság elnök helyettese. Számolt be az Ukrán Parlament sajtószolgálata. Pidlasza megjegyezte, hogy egy speciális eljárás és mechanizmus van érvényben, amelyet az ukrán parlamenti képviselők áprilisban hagytak jóvá az Orosz Föderáció és lakosai tulajdonjogainak kényszerű elidegenítéséről szóló törvényben. Pidlasza elmondta, a listán szerepel a Kramatorszki Enerhomas Spectal, amelyet 92%-ban a Rosszatom, valamint a Brokárd üzlethálózat is, amelyet az Orosz Ipari Minisztérium felügyel. Ez nem jelenti azt, hogy a pénz azonnal az ukrán költségvetésbe kerül. Az objektumok az államtulajdonát fogják képezni, később pedig eldöntheti, hogy mit kezd velük. Ukrajna vagy profitot fog termelni a vállalkozásból, vagy privatizációra bocsátja, illetve bérbe adja azokat, jegyezte meg Pidlasza.